dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ezzel a bibliai idézettel köszöntjük kedves nézőinket karácsonyi műsorunk. Műsorunk elején közreadjuk főpásztoraink karácsonyi köszöntőjét, a folytatásban pedig Székelykevére látogatunk, ahol a 22. délbánáti betlehemes játékok és karácsonyi szokások találkozóját tartották. Az itt bemutatott műsorszámokból láthatnak részleteket ünnepi műsorunkban. Krisztusban, kedves testvéreim! Egyházmegyénk zsinati lázban él. A 9 közül a 3. munkadokumentumot tárgyaltuk meg mi itt, bánáti katolikusok. A 4. dokumentum is már útban van a plébániák felé. Joggal kérdezhetjük magunktól, ki hatással van-e a zsinatunk az idei karácsonyunkra, vagy van-e köze a karácsonynak a mi zsinatunkhoz? Milyen kapcsolat van a kettő között, ha beszélhetünk egyáltalán ilyen kapcsolatról? Lássuk, milyen külső jelek kísérik a zsinati folyamatot plébániáinkon, templomainkban és a mi személyes életünkben. Ha templomban vagyunk, ami biztos, hogy a szemünkbe ötlik, az a zsinati zászló, amely minden bánáti templomban egy jól látható helyen függ. A másik ilyen feltűnő dolog, hogy plébániai csoportok indultak, kezdtek találkozni, hogy megtárgyalják a zsinati dokumentumokat. Minden dokumentumhoz egy sor kérdés tartozik, és valahogy jogosan úgy tűnhet, hogy a hívek hirtelen beleütik az orrukat egyházunk minden ügyes, bajos dolgába. Hát, kedves testvéreim, én épp itt látom az összefüggést a karácsony és a zsinatunk között. Isten karácsonykor beleütötte az orrát a mi kis, ügyes, bajos életünkbe. Belejött két lábbal. Gyermekként közénk jött, hogy egész életével megmutassa nekünk, hogy fontosak vagyunk számára, hogy véltelenül és feltétlenül szeret bennünket, hogy nagyon is érdekli, hogy hogyan élünk, hogyan örülünk, szenvedünk, hogyan küzdünk mi itt a bánáti síkságon, a délibátói pusztában, vagy a verseci dombokon. A zsinat az az idő egyházmegyénkben, amikor különösen is az ő útját akarjuk járni, és bele akarjuk ütni az orrunkat a világ dolgaiba. Hogy lássuk a legkisebb helyen is, a legkisebb közösségben is, hol vannak életünk sebhelyei, határaink, korlátaink, mindaz, ami meggátol bennünket abban, hogy életünk nap mint nap teljesebb, boldogabb legyen. Jézus azért jött közénk, hogy köze legyen hozzánk, hogy engedjük őt oda, ahol fáj az élet, oda, ahol a sebeink vannak. A zsinati folyamat ilyen értelemben egy karácsonyi folyamat. Ahogyan a kis Jézus közénk jött, és köztünk lakott, így jut el a mi zsinatunk is minden településre, minden faluba, minden közösségbe. A zsinat is találkozásokról, egymás ajándékozásáról szól, amely konkrétan az őszinte beszélgetésekben mutatkozik meg. Ez néha nehezebb, néha könnyebb. De ne adjuk fel, mert Jézus most is velünk van. Karácsonyt ünneplünk, azt ünnepeljük, hogy Isten fia által beleütötte orrát az életünkbe, és azóta is próbálkozik ezzel fáradhatatlanul. Ne zárkozzunk el tőle, örüljünk neki.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek kegyelmekben gazdag karácsony és boldog új esztendőt. Isten igéjét idézem a János írása szerint való Szent Evangélium első részének 14. verséből. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala, kegyelemmel és igazsággal. Ma ünnepelünk. Karácsony napja van, és minden ünnepnek van üzenete, hiszen ez különbözteti meg az ünnepnapokat a hétköznapoktól. Karácsony a kegyelem ünnepe is, hiszen Isten az ő kegyelmét jelentette ki az ő egyszülött fiában, a Jézus Krisztusban. De ugyanakkor Isten kijelentette az ő igazságát is a megváltóban. Isten igéje igazság. Tehát ez az igazság különbözik az emberi igazságtól. Ez az igazság tökéletes. A kegyelem tökéletes, amely reményt hoz mindennapi életünkben. Istentől gazdagon megáldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.
Minden éjjel megyek eléd, te is tudod, tudom én is, messze vagyunk, mégis. Célhoz értünk, Mária, ez az a hely, amiről Betlehem lakói beszéltek, de itt nem maradhatunk, se meleg, se víz, s az élelmünk is fogytán van. Nekem már nincs erőm tovább menni, a fiam bármelyik órában megszülethet. Maradjunk itt, József, Isten majd csak gondoskodik rólunk. Isten ott van mindenütt, de nincs ott a kezedben. Isten ott van mindenütt, de nincs ott a szemedben. Simítását mégis érzed, pillantását mégis őrzöd. Hordozod a szívedben. Pásztorok, pásztorok, de elaludtatok. Keljetek fel immár angyalok szavára. Jó pásztorok, ne féljetek, nagy örömöt mondok nektek. Akit oly régen vártatok, az új Jézus földre szállott. Találtok egy gyermeket, aki bepójába fekszik? Nem sejemben, nem bársonyban, csak egy szalmás jászolban. Ő az ég és föld királya, siessetek, mint hozzája. Hozzána, hozzána! Meghallgassák az angyali vígosság. Menj! Amid nincs. Miért nem adod azt, amid van? Van szemed, hogy észrevedd, ki az, aki segítségre, vigasztalásra szorul. Van kezed, hogy fölemeld, hogy elvedd tőle a terhet, amely alatt görnyed. Van időd, hogy meghallgass panaszát, hogy gyógyítad szíve sebeire. Van szíved, hogy szerest. Ne panaszkodj, hogy a szentmisén szorokozottság, unalom vesz erőd rajtad. Az ünnepek üresek és csalódást okoznak, ha úr lépsz be a templom ékes kapuján, hogy észre sem veszed azokat, akik a te segítségedre várnak.
Szeretnél olyan élményben részesülni, mint az Emmauszi tanítványok, akiknek szíve lángolt az örömtől, míg Jézus beszélt hozzájuk? Vágyakozol te is arra, hogy fölismerd őt a kenyértörésben, a szentmisében? Gyakorolj irgalmasságot! Ismerd fel őt még az úton, mindazok képében, akikkel jót tehet. Karácsonyénak, tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémár pavot hoznak. Szeretném az Isten nagyosan dítérni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek én. Isten dítéretre mégis csak kiállok, de boldogok a pásztorok, se három kiállok. Én is mennék, énekelni mennék. Nagyok ez kis Jézusért, minden szépet tennék. Új csizmám a sárból, zászor bepiszkolnám, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám. Itt van a szép víg karácsony, élünk díjon friss kolácson. Mennyi finom csemege, kicsi szíved remege. Karácsonyfa minden ága, csillog, villog, csupa drága. Szép mennyei üzenet, kis Jézuska született. Jó gyermekei minden örülnek, kájfa mellett körben ülnek. Aranymese áhított, minden szívet átított. Ugye hallott szavam, karácsony van, kis Jézusom, ugye hallott szavam, segíts nekem, hogy még jobban ismerhessem magam. Segíts, hogy a testvéremnek jó testvével legyek, szeretetem tőled kapjam, és hogy szeressenek. Segíts, hogy a szüleimnek jó gyermeke legyek, megértjessem a világot és az embereket. Karácsony van, kis Jézusom, téged ünnepelünk, hit a béke és a szeretet legyen mindig velünk. Édesanyja, a jászolban ápolhatja.
Úgy látszik, nem szigény a gazda. Kertjébe hét kaza a szalma, pincébe hét apó bora, falásán kilenc oda szalma. Ebből szívesen adakozhatnának, akarnának. Bújj be tőle, akkor a kulacs és pálinkát sülök. Thank you.
szerelmes jegyesem, ne sírs, ne bánkódjál, mert itt sem hagy az Úr, hogy ártson a halál. Krisztus személye szerint mi közünk, ha leszáll, itt semmi dér és hideg helyet nem talál. Azért csak szálljunk bé, ez egy istálóba, inkább es lesz részünk a szent imádságba. Azért csak szálljunk bé, ez egy istálóba, inkább es lesz részünk a szent imádságba.